több mint 120 órányi beszélgetést vettünk fel. Nekem volt 2000 és 2003 közöttről, ugye arról az időszakról, amikor elkezdtünk a Dénessel együtt dolgozni, vagy hát a csapattal volt még 40 órányi, amit akkor vettem fel. És a televízió archívumából meccs részletek, amik tudtuk, hogy azért esélyes, hogy bekerülnek, vagy fontos történetmesélés szempontjából, az volt még mondjuk további 40-50 órányi. Tehát én azt mondanám, hogy ha nagyon leegyszerűsítem, körülbelül 200 órából dolgoztunk, és aztán ebből mindig szűkült. Én eldöntöttem, hogy ha fölérek és megkapom a labdát, én nem szarozok el, ezt rálövöm. Nyugdíjasban mereztem ki, mert vártam, hogy Dénes mit fog mondani. Töntsd el, van hátra 7 perc vagy 4 év. Éneklésből mentünk, vertük az öltöző falát. Teljesen mindegy, hogy mit nyertünk. Nem számít. Nekem az számít, hogy velük játszottam egy csapatban. Én a lényegét úgy, hogy végigcsináltuk ezt a munkát, és végül is összeállt egy film, és összeállt a történet, én úgy tudnám megfogalmazni, hogy adott egy olyan közeg, ami a vízilabda fellegvára. A Csesszi is, a Hajós Alfredus oda is, egyáltalán Magyarország, ez egyébként a külföldiek hozzáállásából, akit a filmbe elhívtunk, és majd láthattok, ha hattok, látszik, hogy milyen szinten emelik kalapjukat a magyar vízilabda és ezelőtt a csapat előtt. Tehát adott ez a közeg. Ugye van az a vicc, hogy azt mondják, hogy ha bedobsz egy féltéglát a bármelyik uszodába, akkor nagy eséllyel találsz egy olimpiai bajnokot. Ezt most viccelünk ezzel, de ha lemész egy uszodába, egy meccsre, vagy egy valamilyen vízilabdás eseményre, akkor ez azért jó részt így van. Mert még az idősebb generációból is ott vannak, a mostaniból meg végképp. Egy. Kettő. Kellett nyilván a csillagok együttállása is azért ahhoz, hogy ez a dolog működjön. Ugye Tamás mondta, hogy ugye volt egy bizonyos korosztály, egy generáció, 75-76-77-esek, akik tényleg szerencsés, hogy így összetalálkoztak. Az mindig egy nagyon fontos dolog, hogyha van egy szerencsés együttállás, akkor vannak-e olyan edzők, akik meglátják ebben a korosztályban, összességében a fiúkban a lehetőséget. Itt az, hogy a Kemény Ferenc, a Dénesnek az édesapja, a Fecsóbá, a juniorban, szólják közben, ha rosszul mondom, meglátta azt, hogy itt ezekre úgy kell vigyázni, mint a hímes tojásra, mert itt egy csoda van készülőben. Ez megint rettenetesen sokat számított. És aztán utána jött a Dénes, aki meg ugye új módszerrel, más szemlélettel, amire a Tamás utal. Legendák nem születnek. Ha nem lettem volna Sydneyben, valószínűleg most nem beszélgetnék itt. De vannak. Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. Akik azzá válnak. A tehetségfaktor az valahol benne van sok játékosban, és azt mondom, nem csak abban a 21 játékosban volt benne a faktor, szerintem, akik végül odaértek és olimpiai bajnokok lettek, hanem tényleg megszámálhatatlan tehetségünk van Magyarországon a vízilabdában. Tehát valószínűleg ez a hatalmas rivalizálás, ami egyébként itt a 90-es években volt, és az az út egyébként, amit segítettek az edzők, a család és mindannyian, akik minket körülvettek, és az a szeretet egyébként, ami egyébként az úton ment és a szurkolóktól is jött felénk, akik ezt a támogatást megadták. Talán mindez kell ahhoz, hogy egyáltalán odaérjünk, és biztos, hogy kell egy pici szerencse. Mi a szerencse? Az például, hogy pont ebben egy időben ennyi játékos, ennyire komplett csapat ki tudott alakulni, és valahogy minden láncszem összeállt ebbe az időszakban. Nem hiszem el, és biztos vagyok benne, hogy minden fiúnál mindig volt mélypont, mert van olyan. Vannak rossz keddek, télen nagyon hideg a víz, amikor be kell menni, nyáron szívesebben menne az ember nyaralni, meg csajozni, meg nem tudom micsoda, de ha valamit igazán szeretsz, sikerélményed van benne, már elértél valamit, és te valaki vagy az uszodák világában, korosztályos szinten, klub szinten, vagy nemzetközi, vagy válogatott szinten, akkor kétszer meggondolod, hogy mit teszel. Biztos tudnánk olyan neveket mondani együtt, akik szintén nagyon jók voltak, de fontosabb volt más, és most lehet, hogy nagyszerű ügyvéd, vagy orvos, vagy építészmérnök, vagy bármi más. Ez különbözteti meg a mostani sztárjainkat, és azokat, akik megmaradtak és legendák lettek, azoktól, akik meg most nem azt mondom, hogy elkalódtak, mert én kiegyeznék egy EB bronzzal, ha nekem lenne egy.
Ez így működik mindenben. Nagyon sokszor picin múlik a siker, hogy egyszer nyerjél, vagy meglépjél egy nehéz mérkőzést az életben, és utána oda kerüljél. Mi nagyon sokszor meg tudtuk lépni ez a pici szerencséfaktor, ez mindig felénk billent abba az időszakba, de mi is nagyon sokat tettünk azért, hogy ne a szerencsém múljon mégsem. Nap mint nap azon dolgoztunk, hogy egy picit a szerencsét, amihez valóban kell, de mégis egy kicsit háttérbe toljuk, és elébe mentünk egy picit az elé, hogy a végén ne ezen múljon, hanem igen, csak rajtunk múlhasson a siker. Sokan kérdezgették ezt, de hát már nem jól lakott ez a csapat. These guys were heroes to be. Kásás, de jó ég! A nemzet aranyai. A legendák igaz története. Április 20-ától a mozikban.